Hello, hello, sziasztok, srácok! Most így egy rendkívüli résszel jelentkezem. Hamarosan térképet fogunk betölteni a szerverre, és úgy gondoltam, hogy pár újítást szeretnék behozni a játékba, amiről már írtam. Az egyik ilyen, ezeket szeretném most bemutatni. Az egyik ilyen az, hogyha szétszedünk egy járművet, akkor az bizonyos idő után újra termelődik. Találunk egy roncsot, szétszedjük, és a helyén lesz egy ilyen kis bokor. Ezt a bokrot, ha meghagyjuk, éppen hagyjuk, akkor ebből ki fog fejlődni, ki fog termelődni 30 nap elteltével egy újabb autó, úgyhogy ezzel megoldandó az újra termelődését az autóknak, mert hát az elég szűk keresztmetszet szokott lenni a térképen. Látjátok? És egy újabb autó. Ez egy olyan dolog, ami újdonság lesz. Szerintem sokunk megelégedésére. Menjünk tovább az újdonságokkal. A másik, amit kitaláltam, az az lenne, elektromossággal kapcsolatban szeretnék behozni olyan kapcsolószekrényeket és villanykapcsolókat, amelyek vezeték nélküliek. Megpróbálom ezt imitálni, valahova csünk generátort, mondjuk ide ebbe a kis helyiségbe, ez pont ideális arra, hogy elhelyezünk itt egy generátort. Így. Aztán legyen egy akkumulátor. Pak is. Ezt feltöltöm. Így, már úgyse fog kifogyni, de hát miért ne? És akkor ezeket szépen összekötöm, annak rendje is módja szerint. Bekapcsolom. Összekötöm, tölti a pakkot. Ez is be van kapcsolva. És akkor mondjuk csináljuk azt, hogy nincs világítás. Hanem majd, nem mondjuk az maradhat is. Én elhelyezek ide világítást, és akkor szépen kultúráltan szeretném megoldani, hogy ne legyen vezeték. Erre lehetőség már adott, van ugyanis olyan kötődoboz, ami vezeték nélküli. Mert még pedig itt van ez a PHD Fuse Box. Ez a V Fuse Box. Nem tudom micsoda. Box. Megnézzük, mi a különbség. Van ilyen PHD Fuse Box blokk is. És vannak egyéb elemek. Ezeket most még nem próbáltam ki. Továbbá van kapcsoló is. Switch. Megnézzük, mi ez a Switch Top Box. Van ilyen a VS Switch is. És akkor a következő legyen, mondjuk, jelezünk egy kis fát. Feljavítom.
megszemléltetés kedvéért. És akkor van egy ilyen fuse box, ami előleg egy ilyen kapcsoló szekrény, elosztó szekrény. És mondjuk, próbáljuk ki, hogy ez pedig egy kapcsoló. Hát elég hasonlóan néznek ki. Ebbe a kapcsoló szekrénybe bekötöm ezt így. Ez még vezetékkel van megoldva. Utána innen kötök ebbe a kapcsolóba. Látjátok, ez már itt vezeték nélküli kapcsolat. És hát a modnak köszönhetően behelyeztem egy olyan kiegészítést is, ami a... a világításokat bővíti ki, tehát sokkal több világítás lesz gyártható. Akár utcai kandelláber is lehet, ugye ez a PHP Street Light például ez ez. Nézzük ez is milyen működik-e. Meg mondjuk rakjunk be, nézzük meg ezt is. Így. Akkor kössük be. Na, és tökéletesen működik. Úgyhogy itt erről lenne szó, hogy egy ilyen vezeték nélküli megoldással tudunk közvetíteni elektromosságot. Most világos van. Na, de mégis csak kirakom a kandellábert. Ide mondjuk a ház mellé. És itt a időn állítok. Sötétedik. És akkor nézzük meg, hogy ide is. És világít. Úgyhogy most már ilyen fényforrásokat is lehet használni. És hát vannak itt egyéb fényforrások is. Például asztali lámpa, amit láttam. Ez micsoda? Nem ezt akartam. Antel, szerintem ezt akartam. És nézzük meg, hogy ezek működnek-e. Helyezzünk le egy ilyet. Lantern, itt van. Itt van a receptje, hát ezt később majd lehet gyártani. Nézzük, van-e table lamp. Hát ha ez az, ami... Teszt... Még kell nézni, hogy mik vannak. Itt van PHD desk lamp. Hát ezt is lehet gyártani. Valószínűleg a PHD-re rákeresek. Ha itt jönnek ki a moddal behozott elemek, nézzük meg ez, és igen, van a éjjeli, innen leszedjük. Oh-oh.
Esre megijedtem, de aztán állítom, hogy van nálam fegyver. Készültem. Számítottam erre az eshetőségre. Szóval ide lehetne rakni egy ilyen kis asztali lámpát. Ha megfelelően be tudom forgatni. Legyen így. Aha, és működik. Ezeket külön-külön is lehet kapcsolgatni. Ha már be van kötve. Hát ugye ezzel a fő kapcsolóval is oldható, de hogyha közvetlenül bekötöm a elosztóba, akkor csak elég itt kapcsolgatni. Ja, most ez le van kapcsolva. Így. Úgyhogy... És ez pedig... pedig önmagában csak úgy világít, mint egy fákja. Hát... fel is lehet venni. Ami bonyolultság nincs benne. Fogom, legyártom, és lerakok egy ilyet ide. És kész is. Itt sincs világítás. Semmi baj. Megoldom. EHD. Nézzünk valami hasonlót, mint ami itt volt. Itt van. Jobb lesz. Rákötöm. Így. És már működik. Kinti lámpánk is működik. Úgyhogy... úgyhogy röviden erről lenne szó. Ilyen kiegészítéseket rakok fel a szerverre. Esetleg, ha nektek még lenne bármilyen ötletetek, akkor szóljatok. És... utána nézzek. Ezeket Zenation használta a videóiban, és a videói alatt ott van a link is, ahonnan le lehet tölteni, és utána nézhettek. Még megálltam nézni ezt a kapcsolót is. Van egy ilyen blokk is, ezt még nem mutattam nektek. Van ilyen blokkelem. Ez is egy ilyen elosztó jellegű. Hát egy komplet blokk, ami nem lók ki a... nem is ide. Nem innen kötöm. Nem lók ki a födémből. Nem foglal helyet. Meg tudjátok azt csinálni, hogy... nézzük ezt a kapcsolatát is, hogy mire jó. Így. És akkor... bekötöttem. Kötöttem ide. Aha, ez is vezeték nélküli kapcsolat. Akár lehet egy ilyen jellegű
kapcsolótáblát is gyártani, hogyha ehhez van kedvetek, és ez nem tök hangulatos. Lekapcsolom. És egy ilyen... Van egy kötődoboz, amit a padlóba be lehet építeni, és nem foglal plusz helyet, nem lóg ki, úgy, mint ez a alsó csoló megkötő doboz. Ennyi lenne talán az újdonság. Zénésen videója alól letölthetők a további ilyen modok, amiket ő használ. Egyelőre ezeket láttam érdekesnek, hogy felrakjuk a szerverre. Szerintem péntek este lesz egy újraindítás, ugye ne felejtsétek el, péntek este, ha minden jól megy, nem akkor szombat reggel, szeretném péntek este újraindítani a szervert, azaz holnap este, és addig is nekinek szép napot kívánok, és aztán majd belecsaphatunk a lecsóba újra, és közelővel nyomhatjuk a zombik öldöklését és az építkezést. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok, srácok!